Üdvözlök mindenkit! A mai vlog videónk az adventi koszorúról fog szólni. Ugye advent vasárnap van, úgy tudjátok, hogy mi mindig egyedül magunk szoktuk elkészíteni a mi kis kreatív ötleteink alapján, a gyerekekkel közösen. Elébb gyere, mert nem látszik Krisztiánka. El fogunk menni vásárolni pár dolgot, pár kis apróságot a koszorúhoz. Meg fogom mutatni azt is, hogy mit vettünk, aztán hát kíváncsi vagyok majd nektek, hogy tetszik ez a kis koszorú. Nem feltétlenül a stílusra fogunk menni. Egy kis cukira gondoltunk a mi kis elképzeléseink alapján, úgyhogy tartsatok velünk ebbe a videóba. Szóval ennyi. Lássuk. Na, sziasztok, itt vagyunk a teliben. Elhittünk, ugyebár mondtam nektek, jövünk ilyen kis karácsonyi kiegészítőket venni. Nem akarom túlzásba vinni, egy pár dolgot veszek. Vettünk egy ilyen, amit az ajtóra rakunk, ugye megmutatom nektek. De amúgy... Na, amúgy, hogyha hazamegyek, úgyis meg fogjuk mutatni, hogy miket vettünk, ilyen vásárlós résznek. Na, hát ilyen kis díszeket néznek a gyerekek, viszont igazándiból nem tudom hova rakni így a falra, mert ugye tapéta van mindenhol, és ez úgy annyira nem illik szerintem. Nézzétek, mennyi szín. A Merry Christmas, gyerekek. Na, hát alakulóban van, itt összeszedem a dolgokat, amik kellenek nekünk a kis kreatív koszorú készítéshez. Igazából az a helyzet, hogy itt annyi apróság, meg annyi minden van. A gyerekeim szó szerint, komolyan mondom, meghőrítenek. Azt sem tudom, mit akarok venni. Mert ők mindent megvesznek. Mi az? Tudom, cárlók. Ott van egy ilyen kis... Jó, de jó, az attól nézd már meg, amin ilyen harang van. Aha. Kérne nekem egy ilyen. Csoda, csoda, jó kis holmik vannak itt. Na jó, hát remélem lassan végzek, mindent megveszek, amit kell. Aztán pedig go haza, és jövünk a többivel. Na, megérkeztünk, itt vagyunk, itt van a szatyrunk, amiben meg fogom nektek most mutatni, hogy miket vettünk. Természetesen a gyerekek azok mindent is akartak venni, de pár dolgot engedtünk csak. Hát ezt már gyorsan, hogy beléptük az ajtón, Krisztiánka kibontotta. De ez egy ilyen kis karácsonyfa. Világít. Ami világít, ebbe elemet kell rakni. Nincs benne? Nem. Nincs benne. Az elemet vettünk amúgy hozzá, úgyhogy majd ezt csak annyi az egész, hogy van egy ilyen kis akasztója, engedd el, ez a felakasztó, rá van tekerve egy kis, nem tudom, égősó, és ez így világít, ezt vett a szobájába dekorációnak, ez egy ilyen karácsonyfa. Dekoráció. Jó. Én vettem magamnak az ajtómra kívülre egy ilyen nagy mosni. Ez 3 euró volt, 1500 forint, ezt is majd kintre föl fogjuk rakni. Fönt nagyon szép. Következő vendégünk, hát ezt Liza vette a szobájába. Olyanok, mint a kis lufik. Nem tudom, mennyire látszik. Olyan lufi formájú. Ez is elemes, egy ilyen kis égő. Amúgy ez nem is tudom mekkora. Csak úgy belerakta magának. Jó, ezt is Liza vette. Na hát én az adventi koszorúhoz, én koszorút nem vettem, mert amúgy az az igazság nem is volt, csak olyan, ami ki van díszítve. Úgyhogy én egy ilyen tálkát vettem, egy kis tálcát, és ezt fogjuk majd szépen kidekorálni, kidíszíteni. Ehhez vettem ilyen mastikat, ilyen rózsaszín, és majd a gyertyánk is ilyen ciklámenes rózsaszín színű. Ebből vettem kettőt. Nem először megmutassuk, hogy miket vettünk. Ebből vett magának ilyen zsepiket. Meg itt is van egy. Ilyen lámák vannak rajta, nagyon cukik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, de mindegy. Ebből Krisztián vett kettőt, ez két oldalú ragasztó, ennek 500 forint volt darabja. Mind a két oldala ragad. Ezek majd jók lesznek nekünk, ha díszítgetünk, mert mindig kell ilyen. Aztán, hát tavalyról ugye volt nekünk ragasztópisztolyunk, egérke mászkált ott a pincébe, és nem is néztük jó formán, hogy mi van benne, mi nem, mindent kidobtunk, úgyhogy kellett beszerezzünk egy pillanat. Még egy ragasztópisztolyt, ez 2500 forintba került, és van benne 3 patron is. Ez amúgy erős nagyon. Csak milyen szép ez? Na, kapcsold le villany, Krisztián. Megmutatom amúgy a Kriszt égőjét. Az enyém. Ilyen szép. Hát
Na? Megyünk tovább, mert még van itt pár dolog. Na, én ezt a fehér, nem tudom amúgy, én ezt nem tudom, írjátok már meg majd nekem, hogy ezt minek nevezik, mert nem tudom, én boának szoktam mondani, hogy az a neve, vagy nem, nem tudom. Ez egy ilyen fehér ezüst díszsel van, ezt is a kis koszorunkhoz vettük. Illetve ezt is a koszorunkhoz vettük, ez pedig egy ilyen zöld, amit vannak ilyen kis piros masnék. Ez is a koszorúhoz, dobozok, ilyen kis dobozok. Ez egy 500-as volt, igen. Na, itt jön a gyertya. Ilyen gyertyát választottunk, ez egy ilyen rózsaszínes. Úgyhogy szerintem amúgy az ezüst fehérrel tök jól fog mutatni, és a masnik is ilyen rózsaszínes árnyalatúak, úgyhogy remélem, hogy úgy színbe, úgy egységbe lesz. Ez rózsaszínű, hogy ez barna. Az igen. Ezt a kis hóembert, ez világít, mindjárt megmutatom nektek, kapcsold le ezt a lámpát. Ilyen szépen világít, változtatja a színét. Ezt nekem vetted. Ezt Liza vette magának. Vagy nem, ez a Krisztián, ezt neki vettük. Na, úgyhogy ilyen. Jó, addig lekapcsoljuk, hogy nem erüljön le. Ezt az akasztót, remélem, hogy az öntapadós. Az öntapadós. Na akkor ez egy két darabos ilyen öntapadós, ezt a nagy masnihoz vettük, amit az ajtóra fogok majd kirakni. Anyukának kell vettél ilyet. És koszorúhoz vettem ezt a ilyen, olyan kis gyöngyökből, nem tudom, hogy a fény, hogy adja, mint adja. Ez elemes, meg még egy ilyet is vettem. Ezt meg majd szerintem rárakom a masnira, mert ezek elemesek, úgyhogy ezt hál' Istennek nem kell bedugni. Nem vettél ilyen világítósót? Vettünk mindent, ez egy pillanat, jó? Meg hát Liza, nem tudom, ezek ilyen cetlik, ilyen jegyzetekhez, ilyen színes. Lelked Agasztal, én sem mondjuk, hogy a kedvence van. Jó, akkor ilyen kedvence van, nem tudom mi ez. Na mindegy, ilyen hát kis papírfesztik, ilyen öntapadósok. Ennyi dolgot vettünk. Úgyhogy most az lesz a feladat. Az lesz a feladatunk, hogy megcsináljuk az adventi koszorunkat közösen. Még én itthonról pár dísz fogok hozzátenni, mert nekem ugye fehér gömböm az ilyesmi van itthon, rózsaszín is, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy azt nem veszek csak úgy azért, hogy pénzkidobás legyen, hanem a miénkből hozzáteszük. Úgyhogy én most itt gyorsan elpakolok, amit el kell, aztán kezdjük az adventi koszorú készítést, mert este gyertyagyújtás következik, mert első advent vasárnap van. Hát addig nem kezdek a koszorúhoz hozzá, mert Krisztián fel nem rakja itt nekem van ezt a masnit, úgyhogy most kimegyünk, gyorsan felrakjuk az ajtóra. Na, nézzük. Reméljük, hogy erős ez a ragasztó, vagyis hát mi ez az akasztó. Csak ide gondoltam, hogy szépen ide felrakjuk. Hova gondoltad? Hát... Ide? Ne rakd még oda, hát először hol van az a masni? Itt van. Rakd oda, hogy hol mutatna jobban. Szerintem ide kellene. Aha. Fogd meg. Köszönöm. Ne várj, és rá kell nyomni, már el aztán. Még mielőtt valaki az ajtómat kommentelni, tiszta az ajtóm. A lényeg az, hogy ezt azért nem szedem le, mert majd festünk meg, ez az is addig is védi. Tadám! Zárd be az ajtót! Várjál, megmutatom nektek. Na, milyen szép ez a masni. És még erre rakunk egy kis ilyen elemes világítót, azt még Krisz felrakja nekem. Szerintem csoda szép. Na, mit az áll ez a fehér? Csak nem. Nem hiszem. Most csak egy tapadós, nem? Mindkét oldalra ragad. Ja, ha lehúzod. Na, ezt jól intéztem most magamban. Nem jól lesz. Ide akarjuk hozzáragasztani a világítónak a kapcsoló részét. Ha összefog jönni, akkor jól lesz. A kapcsolót ide. Már leszettem mind a kettőt. Itt van a nap, hogy másik. Várj, nem kell a kapcsoló. Itt ez a rész is, tapad meg a másik is. Úgy gondoltuk el, hogy ezt szépen oda rakjuk hozzá.
Oda is ragad, látjátok mi ez jó erős ragasztó. Na hát kapcsoljam be. Jó, akasztjuk fel. Kicsit, hogy nem látszik a... Hogy rakjam ezt? Amúgy remélem a szél nem fogja leverdesni. Hát nem, már adjál csak egy izét, fiam. Tudod, egy ilyen... Aha, és akkor ide nyomjuk. De először teked rá ezt? Na várja akkor. Hát most, hogy oda csinál, utána nem tud felemelni. Várja, fiam. Amúgy én már simán kidíszíteném a házat, csak hát még megvárom, hogy december 1 legyen legalább. Na hát ugyanez a lámpa, nem a hátterébe kellett volna. Na mi jobb úgy? De ahogy érzed, rá is lehet tekerni. Így. Elkészültünk, így oldottuk meg, mutasd meg a hátulját, mert azt akarjuk, hogy így a hátulja világítson jobban. Na, nekem nagyon tetszik. Fogom meg neki egy kis technikát. Krisztián kasztakaj mindenképpen vettünk ide. Ide az ereszhez is. És hát én már megrendeltem és megjött az a világítóm is. Úgyhogy azt is, hogy azt akarja, rakjuk fel, fiam, mi legyen? Rakjuk! Apádnak mondja, ő az ilyen rakjuk izé. Rakjuk fel! Felrakjuk. Akkor felrakják azt is. Az ilyen hidegfehér színű. Az ajtómról amúgy lehet nem fog majd lejönni, mi? Itt. Mi nem ragad ez most rá? Mert mind két oldalát beragasztoztad. Itt van a kinti. Se szóval tegyük. Majd ezt kiptek. Na addig zárjuk már az ajtót, ezt kapcsoljátok le a villanyt, hogy lássanak, hogy milyen. Így néz ki. És akkor így fog világítni. Annyira cuki lett. Elég szép, nagy, látványos. Lehetett volna venni ilyen kis kopogtatót, de nekem ez a kis masni úgy megtetszett, hogy én úgy gondoltam, hogy de amúgy nem, ez a rész így nem illik ide hozzá, ezt le kék szedjem, de nem akarom leszedni. Jó, jó. Jó. Na hát így, ezt fel is raktuk. De szóval tegyük. Ide készítettük amúgy, amire szükségük van, én még a kis díszes dobozomból kivettem pár ilyen kis gömböt. Kettő ilyen fehéret vettem ki, pillizom, egy ilyen, mint egy virág. Ez olyan, egy ilyen rózsaszínest, meg még egy ilyen, hát ilyen rózgold színű. Amúgy imádom ezt a gyertyát. Na, bedugjuk először is ragasztó gyereket melegedni. Amúgy imádom ezt a gyertyát, mert egy kis... Már egy fiam, nézzük, hogy ez, ennek ennyi a menete, hogy így már itt melegedik? Imádom ezt a gyertyát, mert ilyen kis sima is. Imádom. Az melegedik, mondom. Akkor jó. Akkor ezt eddig... Na! Csináljuk úgy, hogy én ezt eddig ide lerakom. Melegedik? Igen, mert légyen valaki. És akkor kezdünk a folyamathoz. Na! Na! Először is... Hát meg kell várni, még megmelegedik. Mert ebbe fogjuk, mi úgy gondoltuk el a gyerekekkel. Ezek itt melyik? Azok a patronok. Patronok? Mi ez a patron? Amit a ragasztóhoz használunk. Úgy gondoltuk a gyerekekkel, hogy először is ezt a boát bele fogjuk itt szépen ragasztani. Ez lesz a kis fészek neki. Tolongyártya. Itt. Ragasztod bele? Ott a ragasztóval. És ezt a, részét pedig kívülre szeretnénk így. Most tényleg imádom. Ez a menet idáig, az van, hogy idáig így lesz. Uh-huh. Ilyen kis fészek lesz ez nekünk, és akkor ebben jönnek bele majd így szépen. Tojás. Gyertyák, de ezeket is bele kell rakaszgassuk. Jó, most nem azt mutatom, mert amúgy... De nem is kell, hogy bele kell, hogy így. Hát ez olyan kis cuki benne, nem? Imád lesz a gyertyát. Hát, hogyha nem rakunk bele, akkor csak ilyen kis üres lesz. Akkor és viszont... gyertyának alá tétlenül nem kell? Minek? Az ilyen rózsaszín gyertyát. Beállítsuk, hogy oda ragasztjuk közé. Amúgy imád lesz a gyertyát. És majd köré. Jó, értem. Na, aztán fognak még bele jönni. Ilyen tobozokat rakunk bele. Rakunk ilyen masnit hozzá. Nem tudom, hogy tudjuk kinézni. Én ezt van aha. És ez meg hol van? Ez lesz a főelem, amit majd ide fogunk szépen felragasztani. Így. Na. Jó, ez nem? Akkor használd te, és akkor négy ilyen kis ragasztót középre. Na, nem, ide. Egy kicsit így. Nyomjad. Sok jön belőle. Begyújtad? Be, teljes. Akkor rakjunk bele még egyet, Krisztián, az előtt. Ha még egyet kell beletenni. Az nyomja kifele, mi? Így van.
Most már jön kifele. Na most már nyomhatod. Jó. Én is nyomhatok egyet. Én is nyomok egyet. Én is. Liza is nyom egyet. Amúgy ezt így gondoltam el, hogy így. Jó, most Liza, te jössz, de csináljuk gyorsan, mert meg fog kötni a ragasztó. Nyomjad. Megmondom az őszintét, nekem maradt egy ragasztó, az jobb a ragaszt, mint ez. De jó, ez lesz ez neki. Ez ragasztó. Az erősebb. Az enyém még a törött kicsit. És akkor most a gyertyákat gyorsan bele is fogjuk rakni. Na. Először is. Folyik belőle. Aha. Jézus! Szóval jó lesz ez, ezt ide alá rakjuk így, és akkor erre fog rá folyni, ha... De ezt ki kéne húzni. Hát de még fogom használni, meg... másodperceken belül. Csak így addig oda rakjuk, hogy ne menjen bele. Na, gyorsan a gyertyákat. Biztos, hogy kérdem ezt először. Legkisebbet kell először. Hát gondolom az a legkisebb, nehogy össze-vissza rakjam. Rakhatok egyet rá. Mit szerelem? Gyertyát. Hú, várjatok. Nem ragad rá. Nem tudom. De na rakjad, Liza. Közvetlen mellé. Igen, már szárad. Kész. Nyom rá, jól, Liza. Gondolom viasz az is, nem? Ezt lehet csak olvassza. Hát, ez nem ragadt oda. Ja, hát már igen, ennek az alja ilyen is, én középre nyomtam. Magyarul akkor itt kell beragasztózzuk. Várjatok! Akkor az bele kell eszedni most már, nem, hogy nem kell? Nem kell, mert belesik. Na, ezt most én fogom gyorsan megcsinálni, ha megkötjetok. Ez hamar megköt. Úgy, de hamar megkötött már. Hát oda is kell nyomni azonnal. Amúgy feljön simán, látod, fel is jött. Hát tényleg. Na most ragad, igaz? Most jó lesz, aha. Igen, mert üreges a közepe, és én meg ide raktam a ragasztót, úgyhogy ezt így körbefele kell csinálni. Már feljött, amit ide csapantottam. Feljön amúgy. Azonnali száradás van. Egérre az lehetne, hogy nem ragad oda. Oda ragadt? Oda ragadt. Még ez is. De hát... Nem megy el? Ez hátrább van, látod? De légy, mert őt ide kell hallani. Én oda rakhatom. Ne nevettes már. Én oda rakhatom. Együtt rakjuk oda, jó? Már hogyha nem lesz közöttben. Fogjad. Nyomjuk oda. Az újadat vedd el onnan. Nem jó helyre teszitek. Engedd el, Liza, akkor inkább, mert így nem lesz jó. Igen? Így. Te negyedik? Mellettem. Odafér amúgy a negyedik, de mindegy. Oda. Oda se kell ragasztani. Oda ragad. Amit ide is teszünk az aljára, a többinek is jó. Itt minden ragad amúgy kb. Hát tényleg amúgy. De utána nem kell, ne? De hogy nem. Hát még ezeket a részeket fogjuk majd leragasztani. Ennyi volt a ragasztó, elfogyom. Itt van. Akkor átmint a szokkába. Ennyire sok kell bele, nyom bele. Oh my god, Krisztián. Nem baj, úgyis. Úgyis fog belejönni, tehát. Na, egyenes ez így amúgy, úgy nagyjából. Hát igen. Függelve nincs ide. Jó az így, na. Ez kirakti így oda, hogy ez így ott maradt. Na, és akkor most ezeket kéne gyerekek belerakni, nem? Ki fogja belerakni, Krisztiánka? Na, akkor így gyorsan ez így. Ezt úgy nem? Be kell ragasztóznom, hogy úgy le is nyomja oda. De úgy kéne oda rakni, hogy akkor már jó legyen, nem? Nem, mert ezt használnánk. Mondjuk az se hülyeség. De miért? Én szerintem jobb lenne az, nem? De hogy lenne jobb, hogy így belerakod, azt így lenne? Na most az a probléma, hogyha én ezt az alját elkezdem így beragasztózni, és mégse jó igazítani akarom, akkor az fel fog tépődni, nem? Igaz. Amit leragasztottunk. Igen. Akkor hogyan legyen tovább? Nem tudom. Itt már nem tudod elvezetni. Hát onnan fog indulni, de itt igen, itt tudjuk. Hát ott tudom, na akkor csinálhatod. Akkor én nyomok pár helyre azért ilyen ragasztót. Úristen, ez nagyon erős ragasztó amúgy. Az igen. Ez gyorsan kell megköt. Aha. Na mehet. És most már szerintem ezt... Másik oldal. Segítsé már nekapukája. Minden. Ja.
együtt csináljuk. Már én elrakhatom neked a dombokat. Azaz. Várjál, fiam, jó? Azaz, Krisz, nagyon jó lesz. Igen, Liza. Max, hogyha túl sok lesz, akkor majd vágunk le belőle. Kellene levágni. Szedjük azt ott le, Krisztián. Nem kell szerintem, le kell. Levághassuk, aha. Akkor ott azt le fogjuk nyisszantani. Hozok egy olló. Ez meg úgy látszik, hogy ide még nyomok egy kis ragasztót, és gyorsan belenyomom, hogy azért stabilan álljon ott. Ide is. Na, ez biztos nem fog kijönni belőle. Lejött? Ja, nem tudtad levágni. Megvan, lesz kell nekem. Jó, melegte. Megvan, amit elég volt a keresni. Oké, meg vagyunk, megszültük, készen vagyunk, oké? És most ezt is ide szépen gyorsan így beleragasztjuk. Mindenhol oda ragadtam, úgyhogy nagyjából. Úgy már itt minden ragasztós, de mindegy. Jó, idáig meg vagyunk, ezt eddig leveszem róla, mert amúgy szerintem még ha így hagynánk, már akkor is kis cuki lenne, viszont ezt megcsináljuk ilyen rászfamini stílbe, ugye bár ami a gyerekeknek a... Na, mit, hova, hogyan, mit szeretnétek rárakni innestől kezdve? Én ezt szeretném rárakni, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Én ezeket a kis izéket. Én is azt akarom. Zongorára kell, nem? Hát igen. Én ezeket akkor átadjuk. Ezért akkor rakjunk toboszt. Igen. Krisztián, nem akarsz behelyezni ide egy toboszt? Már ezek egy ilyen kendőt. Rakhatok én is egy oldalra. Lehet az oldalra ragasztani. Lehet, majd mindjárt csak még először fölrakjuk a zöldet is. Rakhatok bele egy dobozt. Ne rakjuk fel a zöldet, mert annak viszont kell még ragasztó, nem? Hát akkor soha rakod. Rá arra. Hát igen. Hogy ne tegyük rá a zöldet, szerintetek? Hát az úgy eltakarja az a karácsonyfát, meg az ilyeneket. Nem muszáj nekünk azt rátenni, azt a zöldek ezek. Lehet úgy is, hogy körbe rakjuk ezeket. Hát nekem ezek a rénszarvasok, ezek ilyen filcből készültek, nekem ezek a kedvenceim. Na, hát amúgy ezek is úgy kis szépek. Akkor lehet felrakni a karácsonyfát? Azt kéne csinálni, szerintem, hogy legyen ennek egy menete. Egy karácsonyfa, egy szarvas, nem? Ne akkor egy szarvas. Egy karácsonyfa, ide. Egy szaros. Szaros volt eddig egy kell, nem? Én is rakhatok egy karácsonyfát. Persze, hogy rakhatsz. De hova rakjam? Ide? Azaz. Ide rakjam? Várjál, Liza. Perfekt. Majd apa megmutassa neked, hogy hova, jó? Jó. Várja, átmegyek. Na. Úgy rakjátok, hogy pont egyformán legyen, szóval ha már itt megkezdtétek, akkor ide rakja, nem? Várjál. Na, azt már levette, azt adja oda. Akkor tedd oda, utána a Liza jön egyet. Utána Liza jön egy kemény. Nyom már addig ezt be nekem. Jó. Ez szép. Liza, most ezt kell rakni. Hát kaparak egy kengurut. Ide is szól. Én nem raktam karácsonyt. Várjátok, fordítok. Nézzek oda. Utána te rakod a karácsonyt. Jó? Utána, már nincs több. Utána én rakok egy szarvast. Most Liza rakja a karácsonyfát. Utána én rakok egy szarvast. Ide rakjam a karácsonyfát. Várj, apa segít, segít jó? De segíteni kell menni, csak ott úgy, jó? Az az egy. Ez igen, Liza. Nagyon ügyes vagy. Sokat tegyünk ilyet fel, mert ezekből is szeretnénk. Szarvas. Hát ezek is cukikám. Ez meg én. Elég. Hát az úgy már nem így csomó. Akkor teszünk egy ilyet is. Még rakjunk ebből, mennyi a három karácsonyfa van? Oda rakod azt? Ide, aha. Ide, rakodom ezt fel valahova? Fú, várjatok gyerekek. Ja. Hát itt hagyjatok ki helyet nekem ennek a... ennek. Jó, akkor az elejének ezt meghagyjuk. Ez van! Ide. Szoros, ide szeretném rakni. Sőt, én ezt ide fel is rakom, jó? Ez két szoros, ami nálad van fiam, nem? Ragasz fel, milyenek még van hely. Na, igen, utána befoglaljátok a helyet. Nem lesz hely. Csak úgy kéne, hogy ez nekem... Apukám, leszed el! Az ujjabőr. Ez így nem jól lesz, a karácsonyfát kéne. Várjatok, skatok, egy percet, jó? Még ide, gyorsan szóval én ezt felragasztom. Leesett, fiam, a... Ez a ragasztó nagyon erős, megmondom az őszintét, mert úgy oda kapta, mint a 21.
Most segít apom megcsinálni, fiam. Milyen ragasztók te? Szerintem azt fúrni kellene. Könnyebb lenne. Tedd oda. Hova? Ide? Oda mellé, aha. Az az. De nem kell segítenem, mert tudom. Mi van, hogy találj, csinálj a szobat. Az az. Azt mondja, felragasztom a falra. Ide lyukat van. Felrakatom én a díszeket. Nem á. Felrakatom én ezt. Azt én belerakhatom. Berakod, ha akarod, akkor igen, csak beragasztózzuk el. Úgy sincs hely. Én díszítem a falat is, ha nem van. Díszítem. Na most már így oda rakhatod, így. Lefele, az az cicus. Jaj, de ügyes. Nem jó itt? De. Te adogatod. Rakunk rá, ilyen. Erről le kéne szedni, mert amúgy ez meg ilyen öntapadós. Jó? Kapunk ki a fehéret. Ott is van még egy szarvas. Hozó szarvas. Nyomjál már egy picit. Gyakasz. Hát jól nagyon, ha jönne. Kösz. Szívesen. Hozzam is az orlót. Tik amúgy mit díszítgettek úgy őszintén? A falat? Az orló az most nem, várjál, az orló az nem kell kint sem. Nem áll, ne gyere már kifele. Most jön, hogy hol nézünk, hogy tepp van rá. Jó, anyát. Te se fogod gyorsabban lenni. Nincsen már ilyen patron? Anyukám, ide rakhatom a szarvat. Tessék, fogjad. Rájár ez a... Kevés patront vettünk benne. Pontront? Hova akartad, rakd oda, hova neked tetszik, akkor rakjad, mert ezt közösen csináljuk. Nincsen még ilyen szarvas kimaradva. Milyen szarvas? Hát ott van a szarvas nálad. Ezt lehet akarod, hogy van, mondjuk ez ilyen havas, van még itt egy enyém, másik, melyiket választod, azt a fehérebbet? Na, és akkor még próbálok ki nyomkodni ebből egy kicsi ragasztót. Választhatok egy helyet? Hát ma olyan sok hely nincs, de választhat. Ja, na. Ebben kapot kell volna kapot, és van ki nekünk kapos tudod. Nagyon jó helyet kapott. Na, ez gyorsan kihúzom, mert már nem ragasztózunk. Amúgy is elfogyok a ragasztó. Ilyesmi. Karácsonyfa. Na, ezt ide rakjuk. Ilyesmi karácsonyfa. Így. És most a helyzet a következő, hogy vannak még itt ilyen kis mosnik. Ezeket még valahova rakhatnánk, nem? Nem tudom, hogy ez öntapadós amúgy, vagy hogy mi? Hát öntapadós. Na akkor próbáld már meg leszedni a hátulját. Én? Uh-huh, tudom, mint a matricáról. Nem úgy, Elizabeth, ide néz rám. Így. Tudod. Itt? Megpróbálsz együtt leszedni? Tudod, így itt. Nem azt kellett épp, azt én is letudom, ezt. Ja. Hadd segítsük. Ezt itt. Uh-huh. Megnézhetem? Versenyezzünk, melyikünk szedi le hamarabb. Már a ülő is van szedve. Én. Azt is lehet. Azokat is. Itt van. És ezt hova kell mosni? Hát valahol oda rakjuk most úgy döntöttem. Karácsony falra. Ne, amúgy oda kívülre gondoltam. Hát belül, hova? Belül. Ezt így fel, elfelé. Akár oda ragaszthatod. Karácsony fal jobban ére, nem? Tegyük a gyertyára. Amúgy én is oda akartam rakni. Na nem fog rámenni, mert mindre nem fog ráfélni. Én látszom a gömbre. Ó, a karácsony fal amúgy tényleg jól néz. Mondtam neked. Csak nem ragad rá. Nem? Nem. Anyu, így kell, hogy így. Uh-huh. Nem ragad rá. Valaki leszedi nekem? Kéne, fiam, az a ragasztó szalad, tudod, az ilyen. Az hol van, bevittük? Tudod, a fehér, az hozd már ki, légy szíves. Nem fog ráragadni ez, ráragadt? Én itt raktam a gyertyára. Én járakom a karácsony szalára. De légy szíves! Kriszti,
kell mindent azzal a ragasztóval oldolni. Anna, majd ez a legjobb. Na jó, szépen. Két oldalú ragasztó. Figyelj meg most, hogy fel fog ragadni. Na just. Ennyi. Hát igen, te profizol. Menjél ma oda, ne csináld már! Kész vagyok! Le tudtad szedni, az nagyon jó, ügyes. Várjál, Liza! Ez a karácsonyra rakom. Hát egy pont egy jobb kéne nekem ide, erre. Apu, adol nekem egy hőszigetelőt. Ennyi masni van amúgy. Jó. Pont egy ilyen kéne nekem, mint ami Lizánál van. Hát amúgy azt már ide felrosszottam, az az egy volt. Nekem mondjatok már! Vedd le, nem lehetett. Akkor Liza, hagyd rakja már, légy szíves fel. Rá, akkor majd... Nekem ide a karácsonyfára. Ide, oda, tessék. Szent karácsony! No. Na várjál. Kint meg csinálj. Kint meg nem tudom. És akkor most ezt annyi híja van, hogy ezt így valahogy így rá próbáljuk. Apukám, letéped nekem? Amúgy jó lett a gyertyára, hogy ráraktam? Apukám. Lejjelettem. Krisztián, jó lett a gyertyára? Liza, ne olyan nagyot rakjunk. Ó, most amúgy nem azért bántásból, de az fehér ragasztó átütlődötte. Ó, nem magad az. Fehér ragasztó. Gyönyörű szín. Várjál, Liza. Mert így is a pár olyan nagy ragacsot rakott neked rá. Ez kellett volna először beletenni, ezt elrejteni. Hát nem eljük azt a valamit, és el tudjuk rejteni, nem? Hogyha alá teszed, egy kicsit ezt nem lehet még fente fúzni. Most már oda ragaszt! Igen, nyomd be! Jól néz ki! Hát jól néz ki a karácsonyfán! Valamit max oda kell még rakni. Itt van, nézd csak! Nagyon jó! Te nám, apukának a remek ötlete támad. Azt is oda tesszük. Hát ez. Rákatok én is egyet! Nem, már nem rakunk többet most ebből bele, Liza. Na, hogy tedik, nem tedik ide bele? Kreativitás. Ami nálunk amúgy annyira nem megyen, de... Ez tényleg a mi ízlésünk szerint van. Ez ilyen, nem tudom, olyan kis aranyos, meg cuki, meg az, hogy mit csináltuk együtt. Nem vágunk semmit. Eldöntöttem, hogy hova kell tenni. Tiszta ragas lett a körbe. Hát, nem vittem már. Nem látok semmit. Ide belülre is tegyél nekem. Karácsony. Ott a karácsony van. Melyik nincsen? Az a baj, túl lazára teszed. De karácsony. És nem fog körbeérni. Így is jól van. Most fogod ezt így. Egy oldalon lesz, csak a túl, hogy néz ki. Mi? Té. Hát itt nincs is. Té. Tépi. Tépi. Téla pú. Tess. Pú. Téla, Téla, Pú, Téla. Olyan, mint egy kis gyártyát lenni neked, amúgy. Téla, Pú, Téla, Pú. Igaz? Szent karácsony el. Így jó, végig ilyet. Szent még akarjuk nagyon dramatizálni a helyzetet. És nagyon. Aha, azt meg ide kéne az aljába. Alá. Az. Szent karácsony el. Hamis. Na, amúgy ez így szerintem tökéletes. Na most megmutatjuk nektek közelebbről is, hogy hogy néz ki. Van, nincsen? És ugye, nincsen. Hatvan. És ugye, hogy első advent vasárnap van, így meg fogjuk majd gyújtani az első kis gyertyát is rajta. Na, elkészült a csodálatos kis adventi koszorunk. Ez ugye olyan koszorú, amiben mindenkinek van egy kicsi kis munkája. Mindenki tett hozzá egy kis darabot. Szerintem nagyon otthonias és tényleg ilyen kis cuki, aranyos. Képviseli azt, hogy igen, gyerekek vannak, mert ezek a kis mókás szarvasok, meg karácsonyfák díszítik, ami tényleg... Hát ez egy mi kis...
Mi kis saját elképzelésünk van. Hát itt van még egy kis doboz. Azt majd rárakjuk a karácsonyfára karácsonykor, úgyhogy el fogjuk tenni. Na, úgyhogy ilyen lett. Szent karácsony eljött az éjszak. Itt a karácsonyfák kaptak kis mosnikat is. Szerintem, hogyha még nem készítettetek, akkor ti is otthon, ami van nektek, díszek, gömbök, tényleg vesztek egy ilyen kis dobozt, vagy egy tárcát, azon is meg tudjátok csinálni. Négy gyertyát vesztek hozzá, és akkor már saját elképzelésetek alapján meg tudjátok csinálni. A miénk ilyen lett. Nekem nagyon tetszik. Nektek tetszik, gyerekek? Igen. Igen, na, nekem igen. Úgyhogy várjuk a karácsony, gyerekek. Innestől kezdve már csak 3 hét. Hát ennyi lett volna nekünk ez a kis videó. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és hogyha kedvet kaptatok, akkor ti is készítsétek el, még van idő. Fogunk jönni majd egy ilyen mikulásos vloggal is, amivel majd megmutassuk, hogy a télapó jön-e hozzánk, hoz-e valakinek valamit? Vagy sem. Vagy nem kap senki semmit? Jó gyerekek voltak-e? Na majd meglássátok, mert fogunk majd erről is készíteni egy videót. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok velünk, puszilunk mindenkit. Sziasztok! Áldott szép estét mindenkinek! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!